Az özvegyi nyugdíj fontos részét képezi a házastársukat elvesztett férfiak és nők jövedelmének, ám sokan nem tudják pontosan, hogyan működik az özvegyi nyugdíj igénylésének és kiosztásának rendszere. Azt, hogy mikor jár és kijogosult rá, számos tényező szigorú feltétel szabja meg. 2021-ben a korábbi szabályozás megmaradt, a változás a nyugdíj mértékét érintette. Az özvegyi nyugdíj kapcsán sok minden nem változott 2021-ben, igazából az egyetlen dolog, ami érinti, az a nyugdíjemelés maga. A kormány megemelte 3%-kal a nyugdíjakat, és ugye ez kihatással van az özvegyi nyugdíjra is, mivel az is abból az összegből számolandó. Az özvegyi nyugdíjra jogos voltak, ez egy nagyon összetett kérdés, ugyanis az özvegynek, illetve az elhunytnak is meg kell felelnie különféle feltételeknek, amit hosszasan sorolnak a jogszabályban. Az özvegynek házastársnak vagy élettársnak kell lennie, ugye? Egy év megszakítás nélküli kapcsolatra van szükség, illetve közös gyerekre, hogy elfogadják, illetve megszakítás nélkül minimum 10 éve kell együtt élni, ha nincsen közös gyerek. Például ez is egy szabály. Házastársaknál egy évnél hosszabb ideje tartó különélésnél az egyik fél halála esetén csak az az özvegy jogosult az ilyen nyugdíj igénylésére, aki a házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült. Az özvegyi nyugdíj összege viszont nem lehet magasabb a tartásdíjnál. Az özvegyi nyugdíjnak a mértéke az ugye két elemből áll. Van egyszer az ideiglenes özvegyi nyugdíj, ami nevéből erre ideiglenesen jár az özvegynek. A házastárs halála után másfél évig, vagy a másfél évnél fiatalabb gyermek esetén a gyermek 18 hónapos koráig lehet igénybe venni. Illetve, hogyha fogyatékkal érő vagy tartósan beteg gyermek van, akkor 3 évig jár. Ennek pedig a mértéke az elhunytárs öregségi nyugdíjának a 60%-a. De, mint mondtam, ez ideiglenesen jár. De van egy másik rész, ami az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnésével érkezik, ennek a mértéke pedig, ha az özvegy egyéb járadékban nem részesül, akkor megmarad a 60%, illetve ha az özvegy már részesül más nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban például, akkor az özvegy nyugdíj 30%-ra csökken. Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét esetben jogosult. Azoknál, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat úgynevezett együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeg január 1-én 100.940 forintra emelkedett.